25 éve, hogy itt a Németh László gimnáziumban elkezdődött ez a 8 osztályos képzés. És ahogy itt végighallgattam az előadást, eszembe jutott, hogy hol nem volt egy kerület, a 13. kerület, ahol működött egy Kilián gimnázium. A gimnáziumban nagyon sok jó tanár volt, és innovatív emberek, akik azon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne megreformálni az oktatást. Ez természetszerű, különösen a rendszerváltás környékén, és akkor jött előtérbe az, hogy a 6-osztályos és a 8-osztályos gimnáziumban képzésre térjünk vissza, aminek természetesen hagyománya van az országban. És a tehetséggondozásnak egy jobb formája, mint a 4-osztályos képzés, hiszen nem 4, hanem 8 év áll rendelkezésre arra, hogy a gyerekeket felkészítsék a későbbi tovább tanulásra, és valószínűleg itt már, és a számok bizonyítják, jóval többen tudnak részt venni aztán majd a felsőoktatási képzésben, mint azt megelőzően, bár a gimnáziumi képzés maga arra épült, hogy aztán tovább tanuljanak a gyermekek. Ha megnézzük azt, hogy milyen eredmények értek a gyerekek, akkor azt látjuk, hogy sokkal többen szereznek itt nyelvvizsgákat, egy vagy akár két nyelvből is. Ez köszönhető a 8 éves képzésnek, de köszönhető az önkormányzatnak is, aki ezt a programot támogatta, mármint a nyelvprogramot támogatta. Sok mindent mondtam már, hogy mi kell ahhoz, hogy ez az iskola sikeresen működjön. Egyet nem mondtam, egy olyan önkormányzatot, aki emellé a kezdeményezésre odállt, és mindvégig támogatta ezt a jó kezdeményezést. Én erre nagyon büszke vagyok. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a 13. kerületben működik a Németh László gimnázium, amely nagyon sok sikert hozott a kerületnek, nagyon sok gyermek végzett itt már ebbe az iskolába, akik sikeresek lettek az életbe, és azt látom, hogy nagyon sokan szeretnének a későbbiekben is idejönni. Itt most a Németh László gimnáziumnak a 25 évét értékeltük, és sikeresnek értékeltük, és erre nagyon büszke vagyok. Különösen arra, hogy ebből a 25 évből egy jó részt én lehettem itt a kerületben, mint alpolgármester, illetve ezt a programot a polgármester úr, dr. Tóth József támogathatta. Nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy a lehető legtöbbet adjuk az oktatásba, mert azt gondolom, hogy ez az útja a felemelkedésnek Magyarországon, tehát az ebbe befektetett pénz és energia az visszatérül és megtérül, tehát valóban a Németh László gimnázium is adott egy lendületet, egy erőt, egy innovatív gondolkodásmódot, nem beszélve arról, hogy az ő segítségükkel van például az ECDL képzés, és az ECDL vizsgaközpont a Németh László gimnázium, és annak ellenére, hogy már fenntartóként nincsenek nálunk a gimnáziumok, ennek ellenére együttműködnek velünk az ECDL képzésben, mert van ilyen kismama képzésünk, hogy akik otthon vannak, azok tanulják meg a számítástechnikát, az informatikát, és vizsgázzanak le, hogy aztán sikeresen visszakerüljenek a munkaerőpiacra. Ez mindenkinek ünnep, én azt gondolom, aki részt vett rajta benne, mint fenntartó, aki részt vett benne, mint tanár, aki itt tanulhatott, a szülők, akik idejáratták a gyerekeket, ez mindenkinek egy nagy-nagy siker és öröm.